Sziasztok! Ebben a részben a Ubiquiti Rocket 5 AC Lite-ot fogjuk leteszteni nektek. Akkor lássuk a terméket. A terméken egy darab RJ45-ös gigabites POE-s interfész található, valamint két darab RPSM-el csatlakozó. A tápegység így néz ki, a szokásos Ubiquiti tápegység 24 volt félamperes, és a csomagban van még egy darab tápkábel is. A méréseinket egy majdnem 12 kilométeres erőszavartatású helyszínen fogjuk végrehajtani, amit a Datatrans Kft. Biztosított számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a szakaszra és a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a teszt ismertető videót. Akkor nézzük a Rocket 5 AC Lite-nak a teljesítménytesztjét 80 MHz-en labor körülmények között. Belső speedtest segítségével 480 per 509 megabitet sikerült elérnünk, az X-Phone mérőműszer segítségével 68-as csomag mérettel 12,5 per 12,5 megabit per szekundumot, 512-es csomag mérettel 93 per 83 megabit per szekundumot, 1500-es csomag mérettel pedig 270 per 245 megabit per szekundumot. MikroTik speedtest segítségével 0,9 millisekundumos ping időt mértünk, a TCP downloadunk 324, még az uploadunk 319 megabit per szekundum volt. Az UDP downloadunk 472, még az uploadunk 465 megabit per szekundum volt. Akkor nézzük meg az eszközt, hogyan viselkedik zavart környezetben. A Rocket 5 AC Lite ezen a szakaszon mínusz 51 decibeles jelszinttel állt össze. Nézzük ugyanezeket a méréseket 40 MHz csatorna szélesség esetén. Belső speedtest segítségével átlagosan 141 per 101 megabit per szekundumot mértünk, az X-Phone műszer segítségével 68-as csomag mérettel 13,75 per 12,5 megabit per szekundumot, 512-es csomag mérettel 37 per 32 megabit per szekundumot, 1500-es csomag mérettel pedig 48 per 62,5 megabit per szekundumot. MikroTik esetén másfél millisekundum volt a ping időnk, a TCP downloadunk 99,3 megabit per szekundum, míg az uploadunk 75,5 megabit per szekundum volt. Az UDP downloadunk 159 megabit, míg az uploadunk 129 megabit per szekundum lett. Belső speedtest segítségével 80 MHz csatorna szélességnél átlagosan 217 per 187 megabit per szekundumot értünk el. Az X-Phone műszer segítségével 68-as csomag mérettel 13,8 per 2,5 megabitet, 512-es csomag mérettel 61 per 68 megabit per szekundumot, 1500-es csomag mérettel pedig 54 per 43 megabit per szekundumot. MikroTik 4011-jel végzett speedtest segítségével 2 millisekundumos ping időt értünk el, a TCP downloadunk 116 megabit per szekundum volt, az uploadunk 123 megabit per szekundum, az UDP downloadunk 231 megabit per szekundum, míg az uploadunk 187 megabit per szekundum volt. Ez volt a Rocket 5 AC Lite-nak a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor írjátok meg nekünk kommentben. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!